Jön hölgyeim és uraim, a Tisza, nem is Tiszafüredi, hanem a Töröksze Miklósi faszagyerek, Joker. Rendezőket kérjük szépen át. Jó, és akkor egyedüli bemutatózóké, Joker hölgyeim és uraim, ami azért megnehezítem a versenyző dolgát, hiszen ezen a 150 méteren kell bemotorozni rendesen a versenyzőnek, és nyilván azért állnak párba a versenyzők, mert nagyon sok olyan dolog tud történni párosan. Én azt gondolom, annak az autónak, gyerekek, ott nem biztos, hogy ott a helye, bár hogy ez a show elem, akkor maradjon ott, de az autónak nem kéne valamerre. Ja nem, show elem lesz szerintem, az a gyanúm, hogy show elem lesz. És rögtön az elején belekezdünk a akrobatikus rock and rollba. Felkészül majd Podani Milánt, kérjük szépen a felkészülésre. Szóval rögtön az elején belekezd a Szilágyi Ricsi, gyönyörű, és a nap is kisütő, gyerekek, így nagyon-nagyon jók vagyunk. És a Szilágyi Ricsi, gyerekek, hoppá, első kerék nem mindig tapad be, láthattuk már több versenyzőtől is, rettentően nehéz az első gumikat, vagy a gumit felmelegíteni a versenyzőknek, akármilyen motorpipust láttunk, lehet látni, hogy megküzdenek fel a versenyzők. Wow! Lábletétellel, igaz, egy pont körül, és onnan visszaforgással. Figyelj, első kerék, azt a kutya mindenségét de gyönyörűen veszi föl. Gyönyörű, Szofi legalább egy olyan 50 méteren keresztül. És hát az előbb ugye nem tapad, de most már viszont nagyon szépen úgy látszik fölmelegedett az első kerék, és sikerül összehozni ezeket a stopikat. Másik motor, általában a versenyzők egyébként két, vagy akár három motorral is szokták a show-kat csinálni. Nem véletlen, az egyik az a technikásabb elemeknek a kivitelezésére szolgál, a másik pedig a most a Szilágyi Ricsinél is, hogy most ez melyik, azt nem tudom, de figyelj oda! Ujj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 
Gyerekek, ebben a szélben, bár ugye a Szőlősi Pepe reggel megcsinálta a létrás mutatványt is, úgyhogy az nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy a Jokertől, hogy fölállt, ez egy másik nagyon-nagyon fontos bemelegítő és bemutató, illetve mutatvány. Már is megyünk tovább, azonnal a kontrollált hátsó kerék. Ezekből már nehezebb tapsot kicsikarni a közösség részére, ez már mindegyik versenyző. Hiszen maximum csak az élvezeti érték az érdekes, mert pontszámot nem kaptak a versenyzők. Nincs, ugye egy magyar bajnokinál általában ott vannak négy zsűri tag, akik nézik, kötelező elemek vannak, azokat kell végigvinni, és utána van 8 perc szabad freestyle mutatvány a versenyzőtől. Vaj, de szép, figyelj oda! Kontrát hátsó kerék engedett kormánnyal, gyönyörű, onnan visszakap rá, Szilágyi Ricsi! Nagyon szép, kicsit, mintha nehezen lehetne megkaparázni a gépezetet, de nagyon szép a klasszikus kormánycsutka. Itt is eltűnt egy másik kormánnyal, dolgozunk egy rentál kormánnyal, úgy látom. Aj, de szép! Egy tapsot megérdemel, hölgyeim és uraim, Szilágyi Ricsi! Figyelj oda, kormányérintés nélkül, opa, bo, bo, bo.
de szépen csinálja. Ez nagyon-nagyon fontos és nehéz elem. Sokáig a versenyzők ezt így belekaptak a kormányba, és úgy csinálták a ellenkező irányba a körbe-körbe motorozás. Ugye alapjárat föl van tekerve, 1200-as fordulat számon próbál a versenyző körbe-körbe motorozni, csak alapjáraton. Ajaj, és itt megint egy alapjáratos. Aj, de szép! Figyelj! Tapsoljátok be, könnyeim és uraim, lassan, gyönyörűen! Aj, de szép! Szilágyi Ricsi! Oj, lehet látni, itt is megcsúszott a motornak az eleje. Sem... Aj, de finomság! Na, ezekre a nőrászokra gondoltam, gyerekek! Nagyon szép! Figyelj, hát megcsinálj ott is! Figyelj oda! Első keréken gulás, nem? Első keréken gulás, és ott teszi a motor. A dinamikát kihasználva, hátrafelé gurul a motor. Gondolj bele! Első keréken egyenesen, egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez a fizikai test, és közben, amikor leér a hátsó gumi, akkor hátra indul el. Majd, hogy nem mondhatnám, hogy a fizikai törvényeknek a megcsúfolása történik ilyenkor. Gyerekek, megérdemli a tapsot, Szilágyi Ricsi! Mondom, jönnek a nüanszbeli különbségek, gyerekek, amelyek azért lehet látni, hogy különbséget tudnak tenni versenyzők között. Nagyon szép mutatványokat látunk mindenkitől, de azért vannak nehézségi fokban bizony nagyon eltérő elemek. Többek között a háttal motorozás, mégpedig csak ülőtartásban megint megcsúszott az eleje. Nem könnyű a helyzet a Szilágyi Ricsinek. Aha, figyelj, ajjajjajjajjaj, megint, de gyönyörűen. Ugye 90 fokos fordulat az első keréken, bizony nagyon-nagyon jó. Láttuk a Dérgabitól ezzel a mozdulattal, bizony 180 fokot képes első keréken fordulni, gyerekek, az nagyon-nagyon-nagyon sok. A Szilágyi Ricsinél 90 fokban megálltunk, nagyon szép. Hoppá, egy piruett, ez is jó, ez is gyönyörű, figyelj, teljesen más a motornak a szerkezete egyébként. Ugye minden versenyző saját magát állítja be. Alias Joker! Podani Milán a felkészülő versenyző egyébként, és utána jött két nagyon renegát, és a végén pedig három olyan egyéni előadó gyerekek, akitől befonjuk a hajunkat, és megrágjuk a saját szemöldökünket, vagy legalábbis mindenképpen megnyalogatjuk, mert Angyal Zoli, Végtom és Mók is fogják zárni, de most egyelőre még koncentráljunk a Joker Szilágyi Ricsire! Aha. A versenyző adottsága is nagyon-nagyon-nagyon fontosak. A dinamikus elemek, gyerekek, ugye megint mondom. Veszélyes, hogyha nagyon-nagyon a hátsó gumi felülete megégett, akkor nehogy véletlenül fölkapja a motornak az elejét és betapadjon, mert azért 80-100 km per óránál az egyesen meglepi a versenyt. Jó van! Tapad az első gumi, nincs annyira fönn a motornak a hátulja, de nagyon szóval látható. Első kerék, úgy gyerekek, életveszélye, hogy fölkapja a motornak a hátulját a Szilágyi Ricsi. Mivel kétszer csúszott meg az első kerék, ugye most már egy teljesen más fékezési stratégiát látunk tőle, ami rettentő veszélyes, mert nagyon betapadna, akkor meg előre szaltózhatna a versenyre, de hát a Szilágyi Ricsi Joker barátunk profi. Na, akkor jön a másik gépezet. Ugye, mint más a gatyát, az alsó gatyát, gyerekek, úgy cserélgeti a Szilágyi Ricsi a gépezetet. Aha, figyelj, tankonövős mutatvány. Nézd meg, azért nem kis darabám a Szilágyi Ricsi, gyerekek, eltűnik alatta a motor, és tessék oda nézni! Milyen könnyedén!
motornak az elejét tankon ülve, sőt, még első kerékre is tudja rakni. Figyelj! Világyi Ricsi! Wow! Gyönyörű! Gyönyörű! Kontrollált hátsó kerék, de tankon ülve. Megint máshol van a súlypont, eszméletlen nehéz. Ajaj! Aha, első kerék. Elengedtük a dinamikát, de jó lesz az. Nagyon szép. Somály a farkán, gyerekek, a motor, de Szilágyi Ricsi megfogja. Hiába Somály, rettentő veszély. Egy centire volt, hogy lekapott a hátsó gumi, nagyon szépen fogta meg. Hát tankon ülős burnout, gyerekek, ugye mondanám azt, hogy rettentő nehéz, mert az egyébként, de ez akkor volt. Addig volt az életveszély, amíg a kormányzókkal az így azért meg lehet csinálni, hiszen a jobb kéznél ott van a fékrendszer, ami a hátsó féket tudja kezelni. Így már azért sokkal inkább kontrollálják, vagy kontrollálni tudják a versenyzők, hogy mi történik a motorral, miközben szágoldoznak akár első keréken, vagy akár hátsó keréken. Szilágyi Ricsi, hölgyeim és uraim, még mindig. Aha, azért mondom, tehát hogy nem véletlenül van benne ott az a Toyota, lehet, hogy ott valami fog történni. Egy tapsot, gyerekek, lehet, hogy meg lehet-e egy picit bíztatni. Hát egyszer annak idején a Gergely Sanyi állította be oda az autóját, és egyszer csak előjött valami teljesen más cuccban, nem tudom, mi fog történni. Szilágyi Ricsi. És a Toyota. Ez most meglepetés lesz mindenkinek. Vagy pedig át fogja ugratni egy előre szaltóval motoron. Mi lesz? Nem láttam még a Szilágyi Ricsitől ezt a mutatványt, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. Vagy pedig onnan, aha, szerintem ki fog jönni valaki onnan, inkább azt gondolnám. Jó, bezárta az ajtót, nehogy véletlenül valaki illetéktelenül behatoljon. Aha. Igen, hát ez nem lesz nehéz kitalálni, valami abból a gépből elő fog jönni, vagy abból az autóból. Hogy aztán ez mi lesz, a Szilágyi Ricsi meglepetésnek szánja, miközben a depóban nyomatják Bodani Milánék rendesen. Aha. Közben egy kis burnout-tal azért fölhúzzák a... és figyelj csak, mi az? Egy polimobil, gyerekek! Ajaj, Joker és a polimobil. Ne bolondolsz! Ne bolondolsz, míg azon is szántolni fogsz? Jaj, gyerekek! Kiskörösi sisak, úgy ahogy kell, az a klasszikus visszapitató tükör, gyerekek, amit a Vasfilban lehetett megvásárolni, így van, stunt rehab, gyerekek! Stunt rehab, burnout, egy polimobil, elektromos meghajtású, egy nagy tapsot, még almát is dobálunk, azt a kutya mindenségét. Jaj, gyerekek, stunt rehab, Szilágyi Ricsivel, egy nagy tapsot, gyerekek, a hülyeségnek nincs határa, úgy látom, a stuntosoknál sem. Ajaj, és egy kis ajándék, egy kis alma. Aha. Egy kis használatos pelenka, ha már a rehabról jövünk. Gyerekek, Szilágyi Ricsi. Nem mersz egy előre szaltót csinálni vele az árokba? Hát nem a cukros bácsi érkezett meg, hölgyeim és uraim, hanem az almás néni. Mert alma az volt bőven.
Vincinek szóljon egy taps, hölgyeim és uraim! És egy kis ajándék, egy kis ajándék! Ez mi, gumicukor? Aj, azt a mindenedet öregem, igen, egy kis Haribo. Támogat téged a Haribo? Köszönjük szépen! Oda is! Arra is! Nem fog zavarni ez a polimobil téged? Jaj, gyerekek! Jó van, gyere Ricsi! Közelebbről nem nézem ezt a gépet, hogyha nem fog besípolni. Abszolút igényesen gyerekek, ez a mi az ilyen raktapaszra van ráírva, körülhatárolva fekete filccel és pirossal kiszínezve, hogy stunt. Rehabos autó, és hát természetesen itt is van egy ilyen védő, nem tudom, hogy erre hogyan kaptak rá a versenyzők, de ugye a keréknek az átmérője, az pont jó egy ilyen, milyen cső ez, ilyen, nem tudom milyen cső, azt teszik rá gumivédőként a motorokra, illetve ezekre a kis stántos gépezetekre. Szilágyi Ricsi következik, hölgyeim és uraim, még mindig! Egy újabb rehabilitáció történik a motornak a nyergében. Eszméletlen, viszont ilyen gyerekek még nem volt, hogy pont a hosszába fújjon a szél, és ugye ahogy a versenyző megcsinálja a burnoutot, az egész füst így végigmegy a pályán, máskor meg így elillan fölfelé, hihetetlen jó látvány. Nagyon jó képeket tudnak csinálni ugye a újságírók is. Na gyere, Ricsi! Negatívba vissza, a kör közepe felé rettentő nehéz, nagyon nehéz elem, onnan visszaszáll. Szilágyi Ricsi Joker! Közel voltunk a szalmabárához, se baj. Tapsot engedem el! Szilágyi Ricsi 106 gáton próbálja utolérni a motorkerékpárját! És 100 méteres félrelás futásban sem rossz a Szilágyi Ricsi, de most ezzel a géppel kéne kezdeni valamit! Úgy bizony, új, azt a mindenségét! Egy tapsot megérdemel, hölgyeim és uraim, és speciális elemet láthatunk! A motor után történő sinkózást vagy szánkózást láthatjátok! Nyilván ennél a sebességnél nem engedheti el a motort, mert akkor nem éri utol. Na, háttal motorozás újra. Aha, igen, egy kis biztatást kérne, egy kicsi biztatást, nagyon szépen köszöni. És háttal motorozás következik, hölgyeim és uraim. És szerintem talán még egy... Még egy első kerékre rántás is bizony jó. Azt hittem, hogy kidobod a kuplungot és elkezdett burnoutoltatni szemből, még ilyet még nem láttunk. Ricsi, fél perced van, Ricsi! Figyelj, új, nem kis dinamika gyerekek, nem kis dinamika motor mellett történő motorozás. Új, ez nem biztos, hogy így akarta, de nem baj. Megfogta és az a lényeg. Újra motor mellett, figyelj oda, figyelj oda. Lelassítás, satudás, gyönyörű szépen sinkózás a motor mellett. Szilágyi Ricsinek szóljon a taps, hölgyeim és uraim! Micsoda? Micsoda sikoltozásokat lehet itt hallani a hátam mögött a gyermekektől? Vagy női sikolyokat lehet, gyermeki sikolyokat lehet hallani. Nagyon jók vagytok! Ajaj, keresztbe tett tízzel! Ó, oh, de régen láttam már ezt gyerekek. Úristen, még oda kiderült. Csinált ezt folyamatosan, eszméletlen nehéz. Figyelj oda! Keresztbe tett kéz! Ajaj! Ajaj! Új bizony.
bizony. Hát egy a 30 centi főre motornak az eleje nagyon nehéz, gyerekek, nagyon nehéz. Nem akarok biológia órát tartani, de ugye a agyfélteke, bal és jobb agyfélteke, a dominanciája, hogy milyen oldalon, milyen jobb kézzel vagy bal kézzel íz, baloldalas vagy jobb oldalas vagy, ezt megcserélni nagyon kemény, mint ahogy ez is nagyon kemény, gyerekek, Szilágyi Ricsi csak leugrik a motorról. Bizony. Csak leugrik, gyerekek, a motorról, és hát nem kockáztatott, mert egy ilyen 20 km per óránál. Hölgyeim és uraim, ez volt! Oh! A Radikál Wheeling tímes mutatvány, hölgyeim és uraim, Szilágyi Ricsinek szóljon a tarts! Wow! Mit csinálsz ezzel a motorral? Vigyázz vele! Még van valami? Még van, figyelj oda, még a Szilágyi Ricsi. Igen, ahogy abba szokta hagyni. Figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda! Igazi tornász mutatvány következik, figyelj oda! Hoppá! Ubazd meg! Ügyes volt, gyerekek, ügyes volt! Balra kitette a láthatók az oldalsztendert, jobbra meg eldöntötte a motor. Szilágyi Ricsi! Alias Joker! Ezt nem mérted be? Nem érted be? Egy kicsit rá kellett volna még húzni. Kemény, elfáradtál, kemény voltál. Nagyon jó. Mi volt? Mi volt? Szent Rágyar, így száll le. Jó van. Nem vak ez, csak bátor. Nem vak ez. Bátor. Jó, hölgyeim és uraim, akkor ott a póló aláíratásnál pólókat lehet még mindig vásárolni. Vásároljatok minél többet. Hoppá. Igen. Szilágyi Ricsinek nagyon szépen köszönjük.